tavaszi idény első mérkőzésén MKB Veszprém Davas 34-26. Hogy értékeli ezt a mérkőzést? Igen, eléggé levittük magunkat, nem mondom, hogy hova. Nagyon nehéz helyzetbe hoztuk ezzel a vereséggel magunkat, kicsit leszakadtunk így az élmezőntől. A veszprémi fiatalok minden, a játék minden elemében felül múltak bennünket, és csak szégyelni tudom magam ez miatt, a teljesítmény miatt, amit a játékosaim csapatom produkált. Az elején úgy kezdődött a meccs, hogy azt elterveztük, azokat a játékokat, amiket gyakoroltunk, ezre szépen bejöttek, és egyszerűen nem is értem, hogy miért ugye a 15. perc tájékán teljesen felborult a játékunk. Vezettünk 8-5-re, 8-8-nál még időt kértem, és ha jól emlékszem, 14-10-re már a Veszprém vezetett a félidőben, és teljesen értetetlen számomra, hogy miért álltunk meg ennyire. Itt nem rendre rossz döntéseket hoztunk előnyös szituációkból, eladtuk a labdákat, rengeteg labdaladásunk volt, és ebből pedig rendre megfutott bennünket ez a veszprémi fiatal tehetséges társaság, akinek csak gratulálni tudok, és teljesen megérdemelten győztek. Igazából cserélgettem, próbáltam bevinni friss embereket, de nemhogy jobb, talán még rosszabb volt a helyzet folyamatosan, és egymást vittük egyre jobban lejjebb, és a második félidőben pedig, ami nem jellemző Dabasra, és nem is fogom engedni, hogy a jövőben ez így legyen, de egy ilyen szétesett, motiválatlan csapatot láthattunk, és ez miatt még külön szégyellem magam. Ettől függetlenül ma még szomorkodunk ezen, hét elején még azért megbeszéljük ezeket a problémákat, hogy még egyszer ne forduljon elő, és jövő héten ott a következő feladat, mindenféleképpen hazai pályán nyernünk kell. El kell felejteni akkor már ezt az egészet, és egy nagyon remélem, hogy jövő héten, illetve az első hazai mérkőzésünkkel egy teljesen más felfogású olyan csapatot lát majd a közönségünk, amit az őszi fordulókon megszokhattunk, és nagyon remélem, hogy ez a kisiklás csak egyszerű, és a múlté lesz, és megyünk előre, és a céljainkat szem előtt tartva továbbra is az a célunk, hogy ott legyünk az első háromban. Még nem nincs veszve semmi, most persze ilyenkor az ember nagyon szomorú, elkeseredett, és szinte érthetetlen számomra, mondom, ez a teljesítmény, de ott vannak a következő feladatok, mert se nincs, azokat mérkőzéseket hoznunk kell, ki kell javítani ezt a hibát. Sérült van-e a csapatban? Sérültünk most nincs. Tomori Győző nem játszhatott eltiltás miatt, illetve Legg Gáboréknak most volt Dabason ugye a BL mérkőzésük. Két hiányzónk volt, de nem szeretném erre fogni. Sokkal komplettebb ez a mostani csapat, mint ami ősszel volt, és nagyon remélem, hogy a következő mérkőzésen már ennél sokkal érettebb, összeszokottabb játékot fogunk tudni mutatni, mert itt a felkészülések elején az jellemző volt, természetesen jöttek új emberek vissza, ugye Józsa Mátéről, Szabó Lajosra gondolok, akik miatt egy kicsit ugye át kellett variálnunk akár a védekezésünket, támadásunkat, de itt már a felkészülés utolsó mérkőzéseim már azért egyértelmű volt, hogy ők beérezkedtek, illetve mentek azok a játékok, amiket gyakoroltunk, úgyhogy azért sem értem ezt a mostani kisiklást. Azt is mondhatom, hogy van ilyen, tehát minden évben van. Előfordul az ilyesmi, sok helyén kell kezelni, szó nélkül nem lehet elmenni mellette, de még nincs vesze semmi. Ki lesz a következő ellenfél? Alba Régia ellen játszunk a következő, ott kikaptunk tavaly elég szerencsétlen körülmények között Székesfehérváron, most szeretném mindenféleképpen visszavágni, és még egyszer mondom, 100%-osan biztos vagyok abban, hogy egy teljesen más felfogású, más hozzáállású, más játékot mutató Dabast lehet majd látni. Magtelevízió. Önökért vagyunk.